Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Ez a videó arról fog szólni, ahogy ígértem, hogy hogyan érdemes egy töri esszét összerakni, és szokás szerint a 2023-as októberi érettségiből vettem a példákat. Szóval először elmondom, hogy általánosságban hogyan épül fel egy esszé, utána pedig a 2023-as októberi középszintű érettséginek az esszé témáit fogom nagyjából elmondani, hogy ezeket a témákat én hogyan építeném fel. Szóval nekem anno a töri esszéim nagyon jól sikerültek, szerintem olyan, ha kettőt összevetjük, 95% lett összesen, szóval elég jól sikerültek, és ennek egyetlen egy titka van, mégpedig az, hogy nagyon begyakoroltam azt, hogy miből áll egy esszé. Mert egy esszének van egy vázlata, egy sablon igazából, egy sablon, amit csak mindig úgy kell kitölteni, hogy az adott témára vonatkozzon. Tehát nagyon egyszerű, a töri esszének van egy bevezetője, egy tárgyalása és egy befejezése. A bevezetés akkor lesz jó, hogyha elhelyezed térben, időben, ki és mit csináld. Mindig úgy szoktam elképzelni, hogy tudjátok, van az 5 darab W-s kérdés, ugye angolul, hogy ugye a who, hogy ki, mit, what, csinált, ugye ez a what to do, mikor, when, miért, why, és ugye a hogyan. Tehát igazából, ha ezt a mondatot meg tudod fogalmazni, akkor ez már egy jó bekezdés ad az egész esszédnek, és nyilván ezen kívül még tudsz hozzáírni egy-két mondatot, hogy ne ilyen immédiás rész legyen az egész, de az a lényeg, hogy akkor lesz jó a bevezetésed, hogyha elhelyezed térben, időben, ki, mit csinált és miért. A következő ugye az maga a tárgyalás, ami ugye a leghosszabb rész. Itt igazából kifejted magát a dolgot, ami ugye eléggé tág, mert igazából bármit írhatsz, nagyon fontos az, hogy ugye megvan adva egyfajta terjedelem, amit ugye nem léphettek túl. Tehát fontos az, hogy hiába akarsz te, nem tudom, Ádámtól és Évától indulni, nem szabad, hanem van egy bizonyos... Van egy bizonyos pont, ahonnan el kell indulni, ez nyilván a bevezetésből indul, és van egy bizonyos pont, ameddig kell eljutni. Tehát majd meglátjátok a példában, amikor oda kerülünk, hogy nem a mai napig kell írni az esszét, hiába van minden egyes témának a mai napig hatása, tudni kell azt, hogy hol zárjátok le. Nagyon fontos a tárgyalásnál, hogy amilyen forrás megvan adva, azt muszáj belerakni. Tehát igazából mindegy, hogy hogyan fogalmazod meg, viszont valahogy én úgy szoktam mindig, hogy és a forrás is arra utal, hogy XYZ. Nem Ctrl-C, Ctrl-V-vel berakod a forrás, és akkor oké, pipa, be van rakva a forrás, hanem valahogy úgy fogalmazod meg magát a forrást, hogy az olvasó lássa azt, hogy oké, te érted a forrást, tudod, hogy hogyan kapcsolódik a témához, és bele is tudtad rakni, de azért ne Ctrl-C, Ctrl-V legyen, illetve ne is teljesen más, mint amit kér maga a forrás, hanem azért valamilyen szinten úgy fogalmazd bele, hogy lássák, hogy ez a forrásra vonatkozik ez a rész, de ne másold bele. És fontos, hogy nem kell külön bekezdésbe írni, hanem ugyanúgy folytathatod a tárgyalást. És ugye van a végén a befejezés, ami pedig ugye olyan, hogy lezárod például, hogy mi volt a legnagyobb következménye, vagy mi következett utána közvetlenül, vagy mit tanulhatunk belőle, vagy miért volt ez egy fontos esemény a történelemben. Tehát nem az a lényeg, hogy most én szerintem az 1848-as harcnak a legjobb része az volt, amikor XYZ, hanem azt kell elmondani, hogy például az 1848-as szabadságharc következményeképpen kialakult ez és ez és ez, vagy Magyarországon ez és ez és ez volt a helyzet, és akkor ezt így szépen igazából meg tudod fogalmazni a saját szavaiddal. Tehát nagyjából így kell, hogy kinézzen az esszé, és akkor ugye fontos, hogy kettő esszét kell írni, ugye egy rövid, meg egy hosszú. Ha 1848 előtti egyetemes esszét írsz, akkor magyar esszéből 1848 után kell, és ugye fordítva is igaz. Viszont amikor kiválasztod a feladatot, akkor meg lesz adva, hogy melyik kettőt kell kiválasztanod, szóval igazából csak el kell gondolnod. Én őszintén sokkal jobban szerettem 1848-as előtti töri, és az egyetemes történelem 1848 után, de ez ugye mindenkinek nyilván változó. A lényeg az, hogy meg lesz adva, hogy melyik kettő párt kell kiválasztanod, és azokat kell nyilván választanod. Szóval a 2023-as középszintű érettségiből én az iszlám vallást, illetve az 1956-os
forradalmat választottam, szóval pont az ellentetjét annak, amit mondtam, de mindegy. 1848-as utáni magyar törít és 1848 előtti egyetemeset. Szóval kezdjük a rövidebbel, ami az egyetemes. Szóval az a lényeg, hogy az iszlám vallás a téma. Nem olvastam el a forrásokat most, mert nem akarok nagyon belemenni, csak azt, hogy egy ilyen témánál hogyan lehet elképzelni a bevezetés, tárgyalás, befejezést. Szóval én az iszlám vallásnál, hogyha a bevezetést írnám, akkor biztosan úgy kezdeném, hogy nyilván mikor alakult ki. Tehát XY ekkor megalapította a vallást, azért mert mit tudom én, ez történt. És akkor ezen felül mondanék még róla pár információt, hogy mit tudom én, az iszlám vallás monoteista volt, politeista volt, az iszlám vallás a legfőképpen elterjedt ezeken és ezeken a helyeken, és a fő, mit tudom én, ismertetője, hogy az emberek ezt és őt és őt tisztelik. Tehát körülbelül ennyit írnék, ami ad ugye egyfajta általános képet arról, hogy mi is az iszlám vallás. És akkor a tárgyalásba elkezdeném, hogy megint így alakult ki, nyilván máshogy fogalmazva meg, és akkor utána elmondanám, hogy először így használták ezt a vallást, utána elkezdett fejlődni így, úgy, amúgy, és akkor nem tudom, ez a csoport ezt csinálta, az a csoport azt csinálta, ezen a területen így alakult ki, ezen a területen úgy alakult ki, először nyugat fele ment, aztán kelet fele, észak, stb. Volt, nem tudom, háború miatta voltak, akik ez ellen voltak, stb. Tehát szépen elmondanám, hogy hogyan épült, hogyan lett ez a vallás, egy hatalmas vallás, egészen ugye a mai napig. Viszont azt, hogy ennek a mai nap milyen hatásai vannak, azt viszont a befejezésbe raknám bele, hogy például a mai világban az iszlám vallás az egyik legnagyobb vallás, ez és ezek a jellemzői a mai napon, itt és itt terjedtek el, hiszen ez lehet, hogy teljesen máshol használják ezt a vallást ma, mint amikor az egész kialakult, tehát ezt nem baj, hogyha leírjátok, hogy mondjuk a mai nap hogyan van, mi az, ami különbség azóta, amióta kialakult, és akkor ez egy ilyen keretet ad a történetnek. A másik, ugye az 1956-os forradalom, ami nyilván a hosszabb beszél lesz, hiszen erről sokkal többet lehet beszélni. Tehát ide a bevezetésbe én azt írnám, hogy az 1956-os forradalom ekkor és ekkor tört ki, ennek és ennek a hatására, és ez az egyik legnagyobb háborúhoz vezetett Magyarországon, valami ilyesmit. És akkor a nagyon fontos egyébként, hogy itt például a tárgyalásba én nem kezdeném el azt, hogy az 1956-os forradalomnak az előzményei mik voltak, mivel nagyon sokszor adnak olyan eszétémát, hogy az 1956-os forradalom előzménye. És ez egy egész eszé. Tehát nyilván nem úgy fogod elkezdeni, hogy 1956. január 1-én fölkelt az XY, hanem valamilyen szinten el lehet kezdeni az előzményekről beszélni, viszont fontos az, hogy ne Ádámtól és Évától kezdjétek, hogy oké, amikor a honfoglalás megtörtént és létrejött Magyarország, akkor nem tudom, stb., hanem nyilván rá kell vezetni valahogyan, hogy miért volt az 1956-os forradalom, de nem szabad nagyon messziről elkezdeni, mert nem lesz időtök befejezni. És nagyon fontos, hogy az 1956-os forradalom akkor magát a menetét kérik. Nem azt, hogy ő mitől alakult ki, nem azt, hogy hogyan zárták le, hanem azt, hogy mi történt. Szépen leírod a menetét, és a befejezésben pedig leírod azt, hogy 1956-os forradalmat lezárta az XY béke 2 mondatban, mert van külön eszétéma arra, hogy 1956-os forradalom következményei, ahol 1956-tól egészen 1990-ig beszélsz. Most csak úgy mondtam valamit. Tehát nagyon fontos az, hogy meg kell nézni azt, hogy 1956-os forradalom, ha a forrásban nincs utalás arra, hogy hogyan alakult ki és hogyan zárták le, akkor tényleg csak a bevezetésben és a befejezésben tessék megemlíteni. Azon kívül az a lényeg, hogy az 56-os forradalomban honnan indultak, hova jutottak el, és a befejezésben elmondod azt, hogy ezt a harcot lezárta XY béke, és ezután Magyarországon XYZ történt. Ennyi. És mert nem az a kérdés, hogy mik a következményei, hiszen az megint egy teljesen másik eszé. Vagy hogyan jutottunk el? Ha az a feladat, hogy hogyan jutottunk el az 1956-os forradalomig, akkor az lesz a bevezetés, hogy 1956-os forradalom ekkor és ekkor történt emiatt. Pont. A tárgyalás maga az lesz, hogy igen, elkezdjük onnantól kezdve, hogy nem tudom, a második világháború után
megszálltak minket a németek, bla 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 bla, és a befejezés az az lesz, hogy 1956 X napján kitört a háború. Mivel az esszé arra fókuszál, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy háborúban. Ebben a részben senkit nem érdekel a háború, és ugyanezzel az elvvel gondolkozva, ha az a kérdés, hogy 1956-os forradalom, akkor senkit nem érdekel, hogy hogyan jutottunk el idáig, csak két mondatban, hogy ne a közepétől kezdjük. Valahogyan eljutunk ide, de az a lényeg, hogy mi történt magában a háborúban. És higgyétek el, az az egy oldal, amit írni kell, az nem sok. Az nem sok, tehát tessék okosan gazdálkodni a helyjel. Köszönöm szépen, hogy megnézték ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, remélem, hogy nagyjából összeállt a kép, hogy hogyan kell egy esszét írni. Ha bármi kérdésetek van, akkor kérdezzetek nyugodtan, állok rendelkezésetekre, amúgy pedig legyen nagyon szép napotok. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a következőben. Sziasztok!